Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubja nevében a mai születi bálon. Külön tisztelettel köszöntöm Patkós Évát, Mezőtúrváros alpolgármesterét. Petela Jost, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét. Korcsok Anita önkormányzati képviselőt, a FICSAK Mezőtúr Alapítvány kurátorát. Köszöntöm a Mezőtúri Önkormányzati Hivatal munkatársát, Burjánné Erős Anitát. Valamint nagy szeretettel köszöntöm a megjelent társklubokat, és szeretettel köszöntöm a szervező Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klub vezetőit, Herceg Antalt és a szervező klub tagjait. Végül, de nem utolsó sorban köszöntöm mai zenészünket, Juhász Gábor. A szüret évszázados hagyomány, melyhez a kemény munka mellett a finom falatok, a szép borok, a felvonulás, a zene és a mulatság is szorosan hozzátartozott. Ma a szüret hagyományait elevenítjük fel. Mindenek előtt fel is kérem a szervező klub vezetőjét, Herceg Antalt, hogy ismertesse a szüret szokásait. Tisztelettel köszöntöm a születi megemlékezésünkön a meghívott vendégeket. Köszönöm, hogy részt vesznek ünnepségünkön. Néhány gondolat a szőlőszületről. Október van, hull a levél, sodorja már az őszi szél. Lendül a szőlő, őrzi a csősz, roskad a tőke, itt van az ősz. Nehéz a puttony, nyög a prés, s fordul a friss must, nem is kevés. Nagy tele hordó, üres pohár, mulat a magyar, zeng a határ. Beérett a musnak való, várja már a sok-sok borigó. Megköszönöm Herceg Antal gondolatait. A továbbiakban, városunkban már jól ismert előadó érkezik a mai születi bálba, akit számos mezőtúri színpadon fogadhattunk már. Most itt a közösségi ház nagy termében fogadják nagyon nagy szeretettel Petrocki Csabát, akiről még néhány szót azért szeretnék mondani. Ő táncdal és nóta énekes, valamint vőfély. A zenei paletta szinte minden műfajában kipróbálta magát, különböző műfajú kórusokban, művészeti egyesületekben, ezekben ismerkedett meg az igényes zenékkel és ezek előadás módjaival. 20 éve foglalkozik komolyabban szóló énekléssel, ehhez az alapokat Szolnokon Bálint Erika tanárnőnél sajátította el. Ma már sok műfajban jeleskedik, sok helyen ismerik az országban. Fő profilja Széchy Pál dalai, illetve az elfelejtett régi szép magyar nóták. Ezen kívül szívesen énekli a 60-as, 70-es évek legnagyobb magyar, illetve olasz slágereit, ezeket olasz nyelven. Ezen kívül a 70-es, 80-as, 90-es évek zenekarainak közismert dalait és leghíresebb magyar operettek betét dalait is. Csaba szerint az élő énekhang, a zene és a közönség iránti tisztelet a legfontosabb egy előadásnál. A felkérést kap rá, a vőfély teendőit is szívesen ellátja. Fogadják nagy szeretettel! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Egyesületét, és köszönöm szépen a meghívást Herceg Antal elnök úrnak, és így idősek világnak után néhány nappal is sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai napra egy néhány közismert magyar táncdallal készültem, azt hiszem a 60-70-es évekből természetesen. Azt gondolom, hogy ezt mindenki is, hogy szeretném, hogyha együtt énekelnénk ezeket a dalokat. Gondolj rá,
Még ezzel is te tészlél.
de könnyű azt mondani, hogy ne lássuk egymást. Senki más sem várja. Együtt volt szép a nyár, gondolatom csak ott jár. Ám aki nem szeret, de a szerelmemet elvárja. Az semmit sem érdemel, ő sem érdekel már. Köszönöm szépen, látom, az ismeri mindenki. Akkor az a dal született, én is voltam legalább vagy egy éves. Azért emlékszek ilyen jó rá. Köszönöm. Mindkét éve, hogy nem láttuk még mást, de az emléked még most is visszajár. A mi boldogságunk elveszett egy szálig, s ez még néha fáj. Sokszor gondolkodtam én azon a dolgon, hogy a földön minek is van szerelem. S ezt az agyoncsépelt témát egyre mondom, s ha így maradt, nem tudom, mi lesz velem. Együtt jó volna inni még a boldogságban, bízni, hogy van még szerelem. S az utat, amerre a boldogságban, még semmi álma keresem. Az ember egymagában tár és a nélkül, olyan, mint a hervadt a levél. Bolyong az éjszakákon át, és végül elfújja a hideg őszi szél. Csupán néhány percre találkoztunk tegnap, bennem mégis újra ébredt a remény. Mintha sötét éjszakák után a virral, és visszatér a fény. Ezt a boldog órát oly régóta vártam, gyere újra hozzám, s fogd meg a kezem. Bár eddig csak a tém utakat jártam, most már én is te hozzád megérkezem. Jó volna hinni még a boldogságban, bízni, hogy van még szerelem. S az utat, amerre a boldogságban, mégsem hiába keresem. Az ember egymagában tár és a nélkül, olyan, mint a hervadt a levél. Bolyong az éjszakákon át, és végül elfújja a hideg őszi szél. Most együtt jó volna inni még a boldogságban, bízni, hogy van még szerelem. Az utat, amerre a boldogságban, mégsem hiába keresem. Az ember egymagában tár és a nélkül, olyan, mint
tiszta hervadva levél. Bolyong az éjszakágon át, és végül elbújja a hideg őszi szél. És végül elbújja a hideg őszi szél. Köszönöm szépen! Hós János nagy slágerét hallottuk, ugye, aki esetleg nem tudta volna. Dombolalom áll egy régi gulyhom, én ma is sokszor arról álmodom. Senki nem jár mostanában arról, óthálóban már az ablakon. És akkor végül egy Kós János dallal szeretném zárni a táncdalblokkomat. Tessék, kérdezik! Hallom, ma is hallom a zenét, látom, szinte látom a zenét. Elmúlt, s ami elmúlt, sose szép. Rá gondolni mégis gyönyörűség. Kislány a zongoránál fejére, a zongoránál, jaj, de szépen játszotta a lisztrap szóniát. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem felettem, rabja
Hogy a voltam mindenki jár. Hangja maga volt a szerelem, rám volt, mint a napfény kerekem. Napfény tűnik énye nyugaton, elvenni őt nem akarom. Kislány a zongoránál fehérebb, a gorgoránál, jaj, de szépen játszotta a részra szóniát. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem felettem, rabja voltam, mint egy indián. Ő rajta is fogta az időt. Húzos fejű srácot vezetett, rám nézett, és gyorsan elsietett. Kislány a zongoránál, aki fehérebb az koronánál, aki oly szépen játszott a lisztabb szóriát. Kislány, akit én úgy szerettem, akit soha nem felettem, rabja voltam, mint egy kis diák. Rossz kedvűen mentem az úton, jobb lett volna nem látni tudom. Nem tört volna össze az a kép, mely összetörte is, oly gyönyörű szép, együtt fog. Kislány a zongoránál fehéren, az orrengonánál, jaj, de szépen játszotta a észrapszóniát. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem felettem, rabja voltam, mint egy kis diák. La 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 la. Kislánykit úgy szerettem, akit soha nem felettem, jó lesz mindig emlékezni rám. Nagyon szépen köszönöm. A tapsok a segítséget. Köszönöm szépen. Volt egy ilyen, nem is egyesség, hanem azt mondta Andi bácsi, hogy talán van, aki a magyar nótát jobban szereti, mint a táncdalt. Hát ahhoz illene cigány zenekar. Hát most pont nem értek rá, valamit összeraktam, de ezt most tényleg akkor együtt ezt a kis apró blokkot ráadásképpen nagyon sok szeretettel, néhány közismert magyar nótát. Kedves édesanyám, mészőtél a világ, itt látom tárgóta, már csak mondtál volna, az a valós nincs már páros csillag, még leolvad a hőt.
babám, lassan borog babám, a rápos kocsi kereken. Azon visznek engem, azon visznek engem, ki a határ szépen. Ahány és százszor megfordulok a kocsim kereken, annyi százszor babám, annyi százszor babám, jossak én. Annyi százszor babám, te jósság én az eszembe. Hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy elmesél kis történetet. Dióbányán léptünk fel, Farkas Rozika, hát egy élő legenda Madarász Katalin, és a Kovartai Laci, meg még valaki volt, ha nem emlékszek. Lényeg az, hogy ők elmentek hárman együtt Dióbányára, azt mondta, engem majd felvesz valakit a benzinkútnál. Hát Kati néném volt sofőröm, képzeljék el, Madarász Kati. Akkor már olyan 70, nem tudom hány éves volt, 77-78. És beültem, mondom, csókolom művészni. Általában én szoktam vinni az utasokat, nem fordítva. Hát száguldott, halálfélelem. Jó vezetett egyébként, csak nálam gyorsabban. Köszönöm szépen. Maguk jönnek.
Sejem szomja, otthony, meg ajkom áll, én jó, csak sose leszek a magáé. Sejem szoknya, ott valod meg hajtom áll, én jó, csak sose leszek a magáé. Nagyon sokat hallottam ezt mezőtúron, különböző, mondjuk úgy, hogy házaknál nem rendezvényen. Kérem, Herceg Antal civil díjas klubvezetőt, mondja el ünnepi gondolatait. Ezután nekem nagyon nehéz lesz megszólalni. De mivel le van írva, megpróbálom tenni. Néhány gondolat a születi ünnepségünkhöz. A szület különböző történelmi korokban mindig többet jelentett, mint az egyszerű munka. Ünnepnek számított, és számít ma is. A szület a 16. században és a 17. században igazán sátoros ünnep volt, melyre még a hadviselő vitézek is hazasiettek. A 17. század évtől 19. század évek közepéig mindig október végén zajlott le a szület szőlőtermelő betakarítás, legtöbb helyen aranglúgás és mozsárlágú földése jelezték a munka megkezdését. Szület menete egyszerű volt. Kisebb birtokosoknál halálkába szedték a szőlőt, rokonok, ismerősök segítettek be, akiket a gazda látott ebédjül. A szedő lányok őrbekéssel, katlarral, ami szőlőmetszőkés, vagy metszőolóval vágták le a fürt jelét, minden putonyos kézben ott volt a friss vágott vesző, amire minden putonyos szőlő után egy-egy robátkát faragtak rá. A putonyból a szőlőt terhesbe öntötték, amely mellett ott állt a sok gyermek, és három-négy ágú karókkal, úgynevezett csömöszölővel zúzták a szőlőt. A szület végeztével rendezték meg aztán a 7. országra szóló születi bálot, amely alkalom volt a rokoni látogatásra, ismerkedésre, eljegyzésre és egyszerű szórakozásra. A szület befejezését nem csak a feudális időkben ünnepelték meg,
A születi felvonulák és bálok a városokban még ma is szokás. A születhez kapcsolódott a mulatság közül a legjelentősebbek a felvonulások. A 18. század második felébe alakult ki az úgynevezett Vaksus ünnepség, amely megrendezése görög és római mitokak mintákon alapult. Az antik hagyományon e tovább élő formáját a vándorló kádárlegények ismerték meg német vagy nyugati szláv területeken és hozták magukkal. Tokajhegy alján a Vaksus nem római istenként ábrázolták, hanem nemzeti színű hordón, lovagló magyar huszár formájában a Vaksus pajtásnak hívták. Innen ered a Vaksus ünnep elnevezés, a Vaksus pajtás egyik kezébe lopókököt tartott, a másikban kocintása kész poharat rendszerint hordóra ültették. A Vaksus vivő két rúd segítségével vállukra emelve vitték. Előtte két fehér szűzlány lépdelt egy-egy szőlőtőke kíséretében. Ez a szokás évről évre színesedtek, újabb és újabb népi elemekkel gazdagodnak. Szokás volt a pohárköszöntő, ami így szólt. Bort iszunk még ugye fajtás, nem is vízzel élünk, mint más. Majd, ha eljön az utolsó, Isten veled jó éjszakát boros korstól. Ha meghalok, jó emberek, szőlőhelyre temessetek. Hagy tudják meg az emberek, itt nyugszik egy jó, varivó magyar gyerek. Jó kedvonk a kacagás, amíg nap vár most rám. Megköszönöm Herceg Antal gondolatait. Ahogy megszokhatták, a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubja nem csak szóban mutatja be hagyományainkat, most fogadják tőlük nagy szeretettel a születi bevonulást. A születi felvonulás tagjait. A következőkben pedig a köszöntések ki a főszerep. Felkérem Patkós Évát, alpolgármester asszony köszöntőjének megtartására. Kedves vendégek, kedves klubtagok, kedves Antibácsi, nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget adtak nekünk arra,
hogy az elkövetkezendőben elmondhassuk azt, hogy mit is érzünk, mi az, amiket eljöttünk ide most, hogy egy kicsit együtt ünnepelhessünk. Először is azt szeretném elmondani, hogy a klubnak, az egyesületnek az egyik legfontosabb feladata az, hogy azokat a néphagyományokat, szokásokat, amelyeket régen is megéltünk, azok ne felejtődjenek el, továbbra is képviselve legyenek. Nagyon szépen köszönöm minden klubtársnak, tagnak azt, hogy ezt felvállalták, és a továbbiakban is ezt erősítik. Hiszen egy számomra az egyik legfontosabb az, hogy tudjunk egymással együtt alkotni, hogy mind az önkormányzat, mind pedig az egyesületek egyfajta olyan értéket teremtsenek, amely a mezőtúriaknak igazi érték. Nem szabad elfelejteni, ami régen volt, és egy picit hadd mondjam el pedagógusként is, alapvető tétel az, hogy a népszokásokról, néphagyományokról, a közösségnek a szeretetéről, az egymáshoz forduláshoz már pici gyermekkortól kell ezt megélni. És azok, akik most itt vannak, habár már az idősebb korosztályhoz tartoznak, de ők az igazi példák a fiatalok részére is. És ezen a napon nagyon sok szeretettel köszöntök minden időskorút. Kívánom azt, hogy legyen jó erejük, egészségük, hogy tudjanak segíteni a családjaiknak, hogy tudjanak együtt élni, és ugyanúgy érezzék azt, hogy a családnak mennyire erős, fontos alapjai, támaszai. Anti bácsi, kérem szépen, hogy fogadja el tőled ezt a kis ajándékot, Szűzsányi a polgármesterő nevében is adom ezt. Kívánom a magának is azt, hogy legyen jó ereje, egészsége, és hogy összeáll sok szeretettel ezek is. Köszönjük a polgármester asszony szavait, most pedig felkérem Korcsokai önkormányzati képviselőt, a Ficsak Mezőkör Alapítvány kurátorát, tartson át köszöntőjét. Jó napot kívánok, csókolom, szeretettel üdvözlök mindenkit, önöket, benneteket. Nagyon szépen köszönöm Anti bácsinak és a klub tagjainak, hogy mindig gondolnak rám, és szeretettel fogadnak engem ezeken a rendezvényeken, mindig örömmel teszek ezeknek eleget, hiszen nagyon szeretek önökkel, veletek lenni, együtt ünnepelni, beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt 12 év együttműködését, támogatását, de leginkább azt a sok-sok szeretetet, kedvességet, és azt a sok jó szót, megható pillanatot, amit nekem okoztak és okoznak is, és még remélem, hogy nagyon-nagyon sokáig. Engedjétek meg, hogy ugye pár nappal ezelőtt ünnepeltük az idősek világnapját, és ez alkalomból is szeretettel köszöntsem önöket. Kívánom, hogy a Jóisten áldja meg önöket még nagyon sokáig, erőben, egészségben, boldogságban, szeretetben, és kívánom azt, hogy a mai nap, mivel a szüret a kemény munka mellett a vidámságról, mulatságról szólt, érezzék nagyon jól magukat, jó szórakozást kívánok önöknek, és remélem, hogy nagyon sokáig ünnepelhetek még ebben a szép és kedves körben. Köszönöm szépen, meghallgatom. Felkérem Pete Lajost, a mezőtúri közművelődési sportkár Kft. Ügyvezetőjét hozza meg a gondolatait. Tisztelt hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök én is mindenkit a születi bál alkalmával. Tegnap idősek báljában voltunk, a Városi Nyugdíjas Klubban a születi bálon vagyunk. Nagy örömmel számunkra mindig, hogy ilyen szerető közösséget üdvözölhetünk itt a közösségi házban is. Engedjék meg, hogy az idősek világnapja alkalmából ismételten köszöntsek mindenkit, és nagyon sok egészséget és boldogságot kívánok az elkövetkező időszakban. Most pedig a születi bálnál ugye helytörténeti tanulmányai alapján a 90-as évek elején ugye azért itt rendelkeztünk szőlőmezővel, most már csak a munkának a jó oldala maradt meg nekünk, mert a szőlő eltűnt, a bor megmaradt. Ugye azt mondják, hogy a bor mennél óbb, annál jobb. Én kívánok mindenkinek, hogy fogyasszák sok szeretettel, és érezzék jól magukat a mai nap folyamán. Anti bácsi, ezt meg fogadják, hogy tiszteletekkel. Hogy visszanyúlt egészen a 19. századig,
próbáltunk egy-két olyan gondolatot a múltból ellopni, amit sikerült felismerni. Hallottuk a zenét, szerintem el a zeneszámok, ami a 60-as években született, talán egy kicsit mosolyra kezdtetett bennünket, vagy egy kicsit talán gondolatban fiatalabbunk is. Én úgy gondolom, aki nem jött el, mert sajnos itt néhányan nem jöttek el, az meg fogja bánni, és jövőre lehet ők jönnek el. És a következő műsorunk, vagy lehetőségünk inkább az, hogy egy kis zsíros kenyérrel, ami nagyon jól ismertünk a két világháború között, háborúkán, és még a 60-as években is. Ezzel tudunk egy kicsit éjségünk enyhíteni, ehhez jó étvágyat kívánok mindenkinek, és továbbra is szeretném, ha ez a hangulat mindaddig még ki nem lépnek, az ajtók megmaradnak. Köszönöm szépen!